Sokan megtisztelnek azzal, főként fiatalok, hogy írnak, hogy te vagy a példaképem, és olyanná akarok válni, mint te vagy. Rövid válaszom mindig az, hogy még csak véletlenül sem vagyok tökéletes, és ha bárkiről azt hiszed, hogy tökéletes, akkor csak nem ismered eléggé. De szerintem nem is az a cél, hogy tökéletesek legyünk, hanem emberiek. És szerintem az, amiről az előbb beszéltünk itt, az a fajta képmutatás, vagy az a fajta ilyen kirakat élet, amit nagyon sokan próbálnak, hogy sikeres vagyok, boldog vagyok, az nagyon sokszor ellenérzést vált ki. Az embereknek nagyon jók a receptorai. Az emberek érzik, ugye megint csak Ralph Waldo Emerson mondta azt, hogy hangosabban ordít, aki vagy, mint amit mondasz. A szavak szintjén, vagy így ilyen szimbólumok szintjén előadhatjuk a nagy menőt, meg a siker, meg a csillogás, de mögötte ott van az ember, és az viszont igenis nagyon sokszor lehet olyan periódusban, ami nem a siker, vagy nem a boldogságnak a megélése, és ez szerintem így van rendjén. A másik vonatkozásában pedig itt a hibázásra gondolok. Brian nekem mindig azt tanította, Brian Tracy, hogy mindenki egy áldozata. Itt a transzgenerációs mintákra utalok, amikor azt mondtad, hogy igen, hozzuk a batyút, és hogy milyen nehéz ezt átdolgozni. És amikor valaki bánt egy másik embert, akkor valójában ennek a legfőbb gyökere az ő sérülése. És valójában, amikor a másiknak szenvedést okoz, akkor csak ő akarja könnyebben érezni magát, ami nem azt jelenti, hogy felmenthet bárkit bármilyen cselekedet alól. Azt viszont igen, hogy addig lehet utálni valakit, amíg nem lépsz hozzá közelebb. Mert amikor veszed a fáradtságot, hogy megismerd az embert a cselekedetek mögött, amikor veszed a bátorságot ahhoz, hogy meghallgass valakinek a történetét. A tréningeimen szoktunk olyan gyakorlatot csinálni, hogy életem története. Meséld el, mintha könyv születne belőle. Milyen fordulópontok voltak, és milyen konklúziók születtek ebből, mit tanultál belőle, milyen útravalót szeretnél adni az olvasóidnak a te élettapasztalatod alapján. Az emberek először visszakoznak, hogy fú, hát ezt én nem tudom, hogy, de utána, amikor megnyílnak, akkor egy ilyen nagyon bensőséges folyamat alakul ki. És sokszor könnyek közepette hallgatják egymás nagyon mély és lélekpróbáló történetét. És mindig az jut eszembe, hogy van egy ilyen kis anekdota, hogyha a világ minden emberének az élettörténetét beledobnánk egy nagy kalapba, és mindenki csak a széléről, a kalap széléről így bele tudna pillantani, alig várna, hogy a sajátját kapja vissza. Mindenkinek nyilván a saját keresztje a legnehezebb, és úgy érzi, hogy fú, hát nekem milyen nehéz, és nyalogatjuk a sebeinket. Én tudom, hogy hányszor volt, amikor belehallgattam egy-egy ilyen történetbe, és azt éreztem, hogy az én életem egy sétagalop. Úgy, ahogy, amin keresztül mentem, és sokan azt mondják a velem kapcsolatos dolgokra is, hogy fú, azért ez több emberöltőre is elég kihívás lenne innen felállni. De emellett meg azt tudom mondani, hogy végtelenül hálásnak érzem magam, és már teljesen más szemüvegen keresztül nézem azt az illetőt, aki valamit mondjuk olyan volt, mint a pokróc, vagy egyszerűen, mint a sündisznó, és a környezetét bántotta. És ugye van ez a szimbólum is, hogy a gömbhal az valójában azért fújja fel magát, mert fél. Tehát ő így védekezik, és amikor valaki a külvilág felé dühvel, indulatokkal, bántással közelít, akkor valójában csak magát próbálja, a sérült én részét próbálja védeni. És persze mondom még egyszer, ez nem azt jelenti, hogy akkor most bárki bármilyen rosszat tesz, azt innentől kezdve szabad, és ez teljesen rendben van, csak hogy nem az lesz rá a megoldás, hogy a megtorlás, a kritika, a bántás, a viszont. Ugye szokták mondani, hogy a gyűlöletre az egyetlen válasz a szeretet, ez talán Buddhához köthető, és van egy folytatása is, hogyha nem működik, akkor emelni kell a dózist. Mert hogy valójában mindannyian felnőtt bőrbe bújt kisgyerekek vagyunk, akik csak azt akarták, hogy szeressenek minket, csak azt akarták, hogy szerethessünk, és ez ma sincsen másképpen. Mert mindegyikünknek a legfőbb mozgatórugója az az, hogy megélhesse a szeretet áramlását, hogy ő szerethet fájdalom vagy félelem nélkül, és ő felé is jön egy ilyen szándék, hogy ő jó és szeretetre méltó. És amikor ez veszélybe kerül, akkor különböző túlélési stratégiákat választhatunk, ebből benne lehet a mártír, meg a szemétláda is.
és ebből valami születik, és eljutunk oda, hogy valahogyan próbálunk vagy a siker mögé bújunk, és sikert sikerre halmozunk, és azt gondoljuk, hogy akkor majd elég jók és elég szerethetők leszünk, és na ez igen, vagy éppen hajszoljuk a boldogságot, és azt adjuk elő, hogy juhú, de jól vagyok, egy időben én is csináltam, tudom, hogy miről beszélek, és van az a része, amikor az ember tényleg, ugye szokták mondani, ami szívből szól, a szívhez szól. Tehát, hogyha megmered nyitni magad, a magad valójában, akkor az a legtisztább, és az az egyetlen, aminek értelme van.